Sziasztok! Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, de vannak napok, amikor úgy érzem, hogy világ vége van. Kész! A nehézségek fölül kerekedtek rajtam. Egyedül nem megy. Kellene valaki, aki megment. Egy hős, aki kihúz a csávából, megoldja helyettem a nehézségeket, megmenti a kicsi világomat az összeomlástól. Hmm. Vajon tényleg erre lenne szükségem? A mai alkalommal egy kicsit a szuperhősök világába tekintenénk be a Zack Snyder féle Superman filmen keresztül. Tényleg egy ilyen Supermanre van szüksége az emberiségnek? Jézus, bár nem öltött maskorát, mégis az emberiség megváltójaként mutatkozott be. Vajon könnyebben elfogadják, ha ő is a szuperhős kliséket hozza? Tartsatok velem, gondolkodjunk közösen! Én nagy rajongója vagyok a képregényfilmeknek. Nagyon tetszenek az eredetfilmek is. Kiből, hogyan, miért válik szuperhűs. Aztán persze nyáncsorgatva nézem a különböző jeleneteket, amikor megmentik a világunkat a végső pusztulástól. Minden megvan bennük. Szupererősek, gyorsak, okosak, viccesek, és megmentik a bajba jutottakat, még a saját életük kockáztatása árán is. Most komolyan, kell lennél több? Az adventi időszak vége felé egyre gyakrabban hasít belém a gondolat, főleg amikor egy betlehemes előtt megállok, hogy Isten Jézusban miért egy valódi csecsemű testében jött el hozzánk emberekhez. Nem lett volna egyszerű dolga, ha mint szupermen jelenik meg, röpköd egy párat bizonyítván, hogy emberfeletti ereje van. Akár hiszitek, akár nem, az ószövetségi zsidóság is egy Supermanhez hasonló figuraként képzelt el a megváltót. Voltak, akik úgy gondolták, hogy egy erőskezű hadvezérként érkezik el, aki meghódítja az egész világot, és ezzel teremti meg az Isten országát itt a Földön. Voltak, akik azt gondolták, hogy egy bölcsként, nagy gondolkodóként fog elérkezni közéjük a világ minden kérdésére megadja a választ, és ezzel a minden tudással áll helyre az Isten országa itt a Földön. Természetesen voltak olyan prófíták, akik előre jelezték, hogy a megváltó nem ilyen alakban érkezik el hozzánk, hanem egyszerű emberként. Sőt, nem olyan valaki lesz, aki diadalmasan fogja bevégezni a földi pályafutását, hanem aki nagyon sokat fog szenvedni, hogy elérje a célját. Ezek az írások majd 2000 éven keresztül próbálták körvonalazni, hogy milyen is lesz a messiás, a megváltó, az a hős, akit az Isten küld el hozzánk. Aztán eljött Jézus, és ahogyan arról minden húsvétkor megemlékezünk, a legtöbben valamiért nem tudták elfogadni azt a messiási karaktert, aki benne közzink érkezett. Azóta eltelt 2000 év, és mi keresztények állítjuk, sőt, hisszük és valljuk, hogy ő a messiás. De még mindig nehéz sokaknak elfogadni, hogy ő az, akire vártunk. Ő az a hős, akire szükségünk van. Ebből kifolyólag az emberiség jó része mind a mai napig várja azt a hőst, aki utat mutat nekik, aki megmenti majd őket a szenvedéstől. Hogy ezt a gondolatmenetet alátámasszam nektek, példaként Zack Snyder Superman filmjét hoztam el. Te fogsz irányt mutatni a föld lakóinak. Követni fognak, botladoznak, hibáznak, de végül melléd majd. És egyszer együtt csodákra lesznek képesek. Ugye mi keresztények már a trélerből áthallhatjuk, ahogy az atya útnak indítja Jézust a földre, hogy elkezdje működését közöttünk. Ő mutat majd irányt az embereknek, nehezen fogadják majd el, de ha végül elfogadják, csodákra lesznek képesek. Ahogy láthatjuk azt a szentek életéből például. Ugyanakkor a rendező nem titkoltan más kristológiai elemeket is átfett, amikor Superment megformálta. Az S már nem a Superman rövidítése, hanem a remény jele. Az ő véréből lehetne újjáteremteni a világot. Mi hisszük, hogy Jézus teste és vére az Eukarisztiában az, ami megújítja az embert és az egész emberiséget. Egy nagyon érdekes jelenet, amikor Clark egy templomban vívódik azon, hogy feladja magát a főgonosznak. Mi van a háttérben? Na mi van ott? Jézus a Gecemáni kertben, amikor az elfogadása előtt próbálja elfogadni a sorsát, küldetését, amivel megválthatja az emberiséget. Az emberiség mind a mai napig vágyik egy ilyen megmentőre. De vajon Isten miért nem ilyen formában próbálta beteljesíteni a mi vágyakozásainkat? Vegyük sorra, hogy szerintem miért nem. Azért, mert nem lenne fair. Gondold el, ha lenne valaki, aki emberfeletti erővel rendelkezne, és ő kezden el bíztatni téged, hogy küzd meg ezzel, vagy azzal. E, hát, nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, de én nem érezném fairnek, mert hogy te könnyen beszélsz. Isten kapcsolatot szeretne velünk létesíteni. Képzeld csak el, hogy bajba jutsz, a hűs jön, elhengeríti a hatalmas követ, vagy kiment a szakadékból, és tovább is repül nincs kapcsolat. Isten baráti, atyai kapcsolatot akar velünk ápolni, meg szeretne tanítani bennünket az életre. Ehhez pedig napi kapcsolatra van szükség. Egy nagy családot akar belőlünk formálni. Azért jött el egyszerű emberként, hogy megmutassa, mire vihetjük, ha együtt, közösen összefogunk. Lehet, hogy baromira látványos, amikor Superman tök egyedül fölemel 10 tonna gumicukrot, de mennyivel látványosabb ez? Lehet, hogy egyszerűbb dolga lett volna Jézusnak, ha szupermenként jön el, de ahogy őt ismerjük, soha nem azt kereste, és azt keresi, hogy neki mi a könnyebb, hanem hogy számunkra mi a leghatásosabb, még akkor is, ha ez hosszabb időt vesz igénybe, éveket, vagy akár egy egész életet. Remélem tetszett a mai videónk. Ha maradt még benned kérdés, írd meg nekünk kommentben. Örülök, hogy találkoztunk. Sziasztok!